95 évvel ezelőtt, 1919. április 30-án éjfél előtt dél-komáromi, tatai, győri, vagongyári munkások, tatabányai bányászok, vörös katonák, háborúból hazatért leszerelt katonák a vasúti hídon, az Erzsébet hídon, valamint csónakokkal átkelve a Dunán, puskákkal, kézigránátokkal megtámadták a csehszlovák helyőrséget. Céljuk a január óta megszállás alatt lévő északi városrész visszafoglalása volt, ismertette a történteket számadó emese a Klapka György Múzeum igazgatója az Észak-Komáromi Katolikus temetőben megtartott megemlékezésen. 1919. április 30-án éjfél előtt dél-komáromi, tatai és győri vagongyári munkások, tatabányai bányászok, vörös katonák, háborúból hazatért leszerelt katonák, több százan, egyes adatok szerint közel 3000-en, minden rendszeres katonai alakulás nélkül a vasúti hídon, az Erzsébet hídon, valamint csónakokkal átkeltek a Dunán, és puskákkal, kézigránátokkal megtámadták a csehszlovák helyőrséget. Céljuk a január óta alatt, megszállás alatt lévő északi városrész visszafoglalása volt. Három mozsárágyújuk az a dél-komáromi partról támogatta a vállalkozást. Kezdetben a támadók sikeresen nyomultak előre a vasútállomás irányába. De a hajnali órákban a csehszlovák csapatok Érsekújváról erősítést kaptak, és megkezdték a T2 tűz közé került, és ekkor már lőszerhiánnyal küzdő magyar szabad csapatok visszaszorítását. A támadók egy része intenzív közelharc árán az Erzsébet hídon vissza tudott vonulni, sokan csónakokon próbáltak elmenekülni, nagy részük azonban az Erzsébet-szigetre szorult. Az itt lévők, látva a túlerőt, megadták magukat. A cseh légionáriusok azonban kíméletlenül felkoncoltak mindenkit. Hogy pontosan hányan haltak meg a támadók közül, nem tudjuk, mivel sokan a Dunába vesztek, illetve sokukat a Dunába dobtak. A május 2-i hivatalos csehszlovák jelentés szerint a támadók a harcokban 200 halottat hagytak hátra, a csehszlovák csapatok veresége pedig 12 halott és 33 sebesült volt. A magyar áldozatok közül 22-t sikerült azonosítani, őket külön sírba temették, a 102 ismeretlen holttestet pedig egy hosszú közös sírba, egymás fölé több sorban. Nem mindig az a győztes, aki nyer. Nem csak hadi, politikai vagy szabadságharcos győzelmet lehet aratni, hanem erkölcsit is, mondta dr. Somogyi Alfréd református lelkész a megemlékezésen. Itt hősök nyugszanak. Legyőzöttek, megalázottak, lemészároltak. Névtelenek és azonosítatlanok 95 éve. Tipikus magyar hősök. Ez a tömeggyilkosság, amelynek áldozataira emlékezünk, gyakorlatilag békeidőben történt. Világháborús események már nem zajlottak. Igaz, még a békediktátum sem volt aláírva. De vajon hány embernek kell egyszerre meghalnia ahhoz, hogy azt népirtásnak nevezzék? Dr. Somogyi Alfréd a 95 évvel ezelőtti esemény mai vonatkozásairól is beszélt. Tettek nélkül nincsenek hősök, még névtelen hősök sem. Tettek nélkül csak névtelen senkik vannak. Kisebbségi magyar közösségünk sajnos vészesen elindult egy lejtőn, a névtelenségbe vezető pusztulás lejtőjén. Tettek nem fakadnak rabszolgagondolkodásból és szolgalelkűségből sem. Ezért nagyon vigyáznunk kell egymásra. A katolikus egyház részéről Elek László plébános emlékezett meg az áldozatokról. Tettüknek nagyon nagy értéke van, eszmei mondani valója, és mély üzenete az utókor számára. Nekünk kell ezt az üzenetet megértenünk, egyetérteni vele, és eszerint irányítani mindennapjainkat. Köszönetünket fejezzük ki ezeknek az embereknek ezzel a mai megemlékezéssel és lelkük üdvösségéért, hiszen életüket feláldozták fele barátaikért. A megemlékezést az Endres csoport és az Egy Jobb Komárom polgári társulás szervezte. Török Máté, a Sej János gimnázium tanulója, József Attila Nem-nem soha című versét szavalta el, Fehér Dalma pedig az Ismerős arcok zenekar Nélküled című dalát adta elő. Az emlékművet Észak- és Dél-Komárom városvezetése, a pártok, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg.
A program délután folytatódott Dél-Komáromban a vasúti hídlábánál az emlékműnél, ahol Arlett Tamás mondott beszédet. Az első világháborút követő időszakból Magyarország területi korrekciójával kapcsolatosan két eseményre szokás emlékezni. A balassagyarmati felkelésre és a nyugat-magyarországi felkelésre. Ami Komáromban 1919. május 1-én történt, az a harcban résztvevők és az áldozatok számát tekintve jóval nagyobb léptékű az előbb említett két eseménynél, mégis szinte teljes csöndövezi. Elsősorban nekünk, észak- és dél-komáromiaknak van tennivalónk és feladatunk azzal kapcsolatosan, hogy ez a történelmi esemény ismerté váljon. Kérünk mindenkit, hogy beszéljen erről a szomorú, ugyanakkor példaértékű, hazaszeretetről és áldozatvállalásról tanúbizonyságot adó napról. Csak közösen tudjuk elérni, hogy az 1919-es komáromi áttörés és az áldozatok emléke elfoglalhassa méltó helyét Komárom helytörténetében, a helyi történelemoktatásban, a magyar történelemben és a közbeszédben. Ha mi ezért nem teszünk, másoktól sem várhatjuk el, hogy tegyenek érte. Az Oroszlányi Rákóczi Szövetségtől Vitéz Nagy Roland Sajó Sándor Magyar Ének 1919-ben című versét szavalta el. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni. Csak magyar földön és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már most porba hull. De ezt a lelket itt hagyom örökbe, s ez ott víjog majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe. El innen, rablók! Ez az én hazám. És leszek szégyen, és leszek gyalázat, és ott égek majd minden homlokon. Mint bujdosó gyász az én szép hazámat a jóistentől visszaszokogom. És megfúvom hitem harsonáit, hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt. Bölcsővé lesz még minden ravatal, Havas Kárpáttól Kéklő Adriáig. Egy ország lesz itt, egyetlen, s magyar. Az emlékmű megkoszorúzása után Vaszlavik László bakanótákkal szórakoztatta a résztvevőket. A kanyargós tisza mellett sejhaj, nem jó lefeküdni, mert az árva tisza ki szokott tönteni, mert az árva tisza mi árkot ás magának, miért nem adják vissza Erdély sejhaj szép Magyarországnak. Mert az árva tisza mi árkot ás magának, miért nem adják vissza Erdélyt sejhaj szép Magyarországnak.